Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket az Oktondi szakkori maratonjának az utolsó adásában, vagyis a mai napon csak az utolsó adás, ne aggódjatok, még a héten nagyon-nagyon sok szakkorit be fogunk nektek mutatni. És most a mostani vendégeink Majtényi Marci és Posztós Katinka, akik a Heller Farkas szakkollégiumról fognak nekünk mesélni. De mielőtt belevágnánk, szeretném nektek átadni a stafétabotot. Marci, kérlek akkor kezdte, hogy mutatkozz be egy kicsit, hogy ki vagy, hol tanulsz, és a szakkollégiumban miket tevékenykedsz most jelenleg. Sziasztok, Marci vagyok, és a Corvinuson végeztem pénzügy számítani alapszakon, most pedig pénzügymesterben fogom kezdeni a második évemet. Itt a Hellerbe pedig 2016-ban csatlakoztam, azóta pedig jó sok mindent kipróbáltam már, mindenféle projekteken voltam, voltam a közösségi tímünknek a tagja, felvételi bizottságban, most a legutóbbi éven pedig elnök voltam, úgyhogy valahogy így most már a pályán vége felé is járok. Akkor te már régi motoros tag vagy, Marci, majd sokat tud nekünk mesélni. És akkor Katinka, kérlek, te is mutatkozz be. Sziasztok, Pusztós Katinka vagyok. Most leszek harmadéves pénzügy számvitel szakon a Corvinuson, és most vagyok másodéves a Kaliban. Most nemrég kezdtem a közösségi csapatunknak a vezetését. Én tegnap, előző évben kezdtem el az ismerkedést a Kolival, úgyhogy én még nem vagyok olyan öreg motoros, mint a Marci. Pont akartam mondani, hogy ha tegnap kezdted el, akkor gyorsan fejezted a tudást. De akkor úgy látszik, te a csapatépítőkről, meg a közösségi részéről fogsz tudni sokat mesélni, meg a CSR tevékenységekről, ugye ezt nekem már mesélted. De akkor térjünk vissza. A szemfülesek észrevették, hogy mindketten pénzügy számvitel szakon végeztetek, vagy ott tanultok, tehát ebből az következik, illetve én ezt tudom is, hogy a kolitokba főleg pénzügyes hallgatókat vártok, illetve a Corvinuson belül a közgazdaságtudományi és a gazdaságtudományi karról vártok leginkább hallgatókat, de más egyetemről is érkezhet, vagy más szakról is, esetleg tékarról is a Corvinusról? Igen, a Corvinuson belül minden szakról lehet jelentkezni első éves hallgatóknak, de más egyetemen nem, mert így nagyon fontos az, hogy végezzük az éveket, meg mindig felveszünk egy évfolyamot, és ők együtt megyünk végig így a kolis ranglétrán, meg pályán. Értem. Szuper, akkor most kicsit térjünk át a kollégium épületére, ami egyébként nagyon közel van a Corvinushoz. Ha jól tudom, akkor a Váci utca környékén a belvárosban. És ugye ez is egy nagyon-nagyon különleges dolog nálatok, hogy aki a Heller Farkas szakkollégiumba jár, az biztosan bekerül kollégiumba, tehát ő biztosítva van neki a lakhatás. És van olyan opció is, hogy félágyas opció, ami azt jelenti, hogy nem kell annyi időt bent töltenie, hanem mondjuk heti 2-3 napot, és akkor nyilván ő kevesebb hozzájárulást is fizet. Szuper, akkor térjünk át egy kicsikét a szakmai részre, a kurzusokra és a különböző szakmai előadásokra. Erről kérlek mesélnétek egy kicsit? Igen, nálunk minden fél évben mindenkinek 2 kurzust kell hallgatnia. Mindig van egy A kurzus, ami jobban a pénzügyhöz kapcsolódik, ami több energiabefektetést igényel, és egy B-kurzus, ami sokkal szélesebb körből választható témájú. Például az első évfolyamban, amit én is tavaly végeztem, van egy alapozó pénzügyi képzésünk, ahol ilyen Excel-es, VBS képességeket tudunk megszerezni, és az még különleges, úgy általában a szakkollégiumokban, hogy ezek nagyon kis létszámos kurzusok, és tényleg olyan témákban lehet hallgatni őket, amik a közösség érdeklődését fedik le. Tehát amilyen kurzusokat szeretnénk, olyat szervezünk. Tehát akkor van egy igényfelmérés, hogy a szakkollégiumnak a tagjai milyen jellegű pénzügyes kurzusokat szeretnének meghallgatni, és akkor azt szerint szervezitek őket? Igen, van egy előzetes igényfelmérés, ahol még szabadon ötletelni tudunk, és akkor utána abból szoktunk szelektálni.
És egyébként volt már olyanra példa, hogy mondjuk prezentációs készség, networking, vagy bármilyen kicsit eltérő, pénzügytől eltérő témában tartottatok kurzusokat? Igen, Már én Marcinak átdobnám a labdát, ne haragudj, hogy félbeszakítalak. Kicsit letekésett a hang. Szóval úgy néz ki a kurzusrendszer, van az A kurzus, ugye, amit Katinka is mondott, hogy az egy ilyen gazdasági pénzügyes fókuszú kurzus, és van a B kurzus, ami pedig egy bármilyen szemléletformáló más téma körül dolog lehet. Itt tényleg csak annyi kell, hogy mélyen összeálljanak, és mutassák, hogy ők szeretnének valamit, úgyhogy lehet akár retorika, vagy prezentációs kurzust, vagy filozófia kurzus, vagy bármi ilyesmit, ami így egyébként fejleszteni. Szuper, akkor nem csak pénzügyes szaktudást tudnak felszedni a szakkori tagok, hanem bármilyen egyéb személyiségfejlődés, vagy más szakmai érdeklődéssel kapcsolatos kijeik is fejlődhetnek. Szuper, Marci, tudsz mondani, hogy most már 4 éve vagy akkor a szakkolinak a tagja, hogyha jól számolom. Milyen olyan nagyobb szakmai esemény volt, vagy konferencia, ami érdekes lehet, vagy ami számodra különösen kedves volt? Talán amire így a legbüszkébb vagyok, bár ezt nem én szerveztem közvetlenül, de valamennyire részt vettem benne, hogy tavaly ősszel szerveztünk egy vitasorozatot az egyetemre, ahol a közgazdaságtannak mindenféle jeles alakjai jöttek el, és vitatkoztak egy-egy témáról, amit mi találtunk ki előre, meg hoztunk egy moderátort, és akkor ez az egész egyetemi nyilvánosságnak szólt, és ez egy ilyen szerintem büszkeségre okot adó dolog, hogy a közgazdasági diskurzus mi is kicsit egyetemi hallgatóként is meg tudtuk építeni. És milyen neves előadók szerepeltek ezen a előadáson? Hát például mondjuk Bot Péter Ákos, aki ugye a rendszerváltás körül volt, ipari miniszter, vagy a Orbán Krisztián, aki az egyik nagy private equity-nek egy vezető partnere, szóval mindenféle üzleti életből is, vagy az egyetemből is. Értem. Akkor egy kicsikét betekintést nyertünk a kurzusok világában, és a szakmai eseményekről is beszélgettünk. Marci, megint téged kérdeznélek arról, hogy milyen előmenetel, tehát hogy milyen jövőkép van egy olyan szakkolista előtt, aki most lépett be. Tehát hogyan lehet elnökségi tagnak lenni, illetve milyen lépcsőfokok vannak, vagy hogyan tud tovább haladni az útján egy friss tag? Úgy néz ez ki nálunk, hogy minden évben tavasszal van a felvételünk, és akkor aki bekerül, az egy évfolyamba kerül nagyjából 15 emberrel, és aztán együtt lépkednek végig a ranglétrán. És az első évben egy csapatnak, egy teamnek lesznek a tagjai, akik a közösségi programokkal foglalkoznak, vagy a szakmaival, vagy bármi egyébbel. Utána a következő évben már projekteket is vezethetnek, vagy konferenciát, vagy vezethetnek egy ilyen tímet, és akkor nagyjából ilyen 3/4 év körül van az, hogy már annyit tapasztalatot szerez az ember, hogy már el szokott indulni vezetőségi tagnak, és akkor lehet mondjuk elnökség vagy vezetőségi tag nálunk. Értem. Tehát akkor lehetőségeknek a tárháza van, és tényleg nagyon nagy lehetőség arra, hogy szakmailag is fejlődj, meg gondolom a kapcsolati háló is itt nagyon-nagyon tud szélesedni, hogyha ennyire sok energiát beleraksz ebbe a kollégiumba. Katinka, akkor most áttérnénk rád. Ugye Marci nekem említette, hogy te a közösségi programokért felelsz. Erről mesélj kérlek egy kicsit, hogy milyen csapatépítők vannak, mennyire vannak közös kocsmázások, mennyire vannak szakmai jellegű csapatépítők. Úgyhogy kérlek, erről mesélj nekünk egy kicsit. Alapvetően egy évben 4 fő táborunk is van, ezek arra vannak, hogy mind ősszel és tavasszal is tudjunk picit kimozdulni a koliból, és ott együtt tölteni időt, de igyekszünk minél többször különböző kinti közösségi programokat szervezni, például most hétvégén megyünk majd együtt kirándulni, de azt el lehet mondani, hogy alapvetően a közösségünknek az alapját a kollégiumunk adja, ahol a nappalikban szoktuk együtt tölteni az estéket, ott beszélgetni, csocsózni, dárcozni, és esetlegesen filozofálgatni a konyhában. Tehát alapvetően ez az a
legfőbb helyszín, ahol mi együtt töltjük az időnket. Tehát akkor nagyon széles spektrumon mozognak a csapatépítőknek a típusai, stúrától kezdve, közös lazulása kemény órák után, vagy bármilyen ilyen mulatásos dolgok. És akkor most térjünk át a CSR tevékenységekre, vagyis a társadalmi felelősségvállalásra. Azt tudom, hogy számos önkéntes programot szerveztetek már, hogy segítsetek különböző társadalmi csoportokat. Erről kérlek, mesélj nekünk, hogy mire, milyen programotok volt, ami különösen fontos volt neked, vagy érdekes lehet. Az egyik fő projektünk az a gimis oktatás, amikor tagjaink leutaznak akár vidéki gimnáziumokba, középiskolákba is, és ott igyekeznek a pénzügyi tudatosságot növelni, valamint még az előző évben volt egy jótékonyság képfolyam lányai, különböző ételeket állítottak össze, és akkor a református szeretetszolgálatnak tudtunk így közösen adományt gyűjteni, és egy közös mecsület elfogyasztani, ami egy szakkal is program is volt, hiszen a többi szakkollégiumból is hívtunk tagokat erre. Tehát akkor, aki részt vesz ilyen programon, akkor tudja azt a készségét is fejleszteni, hogy tanít, tehát hogy tanít középiskolásokat. Tehát, hogy megint láthatjuk, hogy mennyire sokat tud adni egy szakkollégium, azon kívül, hogy beülsz a kurzusokra, kapcsolatokat építesz, tényleg a rendezvényszervezéstől kezdve a tanításon át nagyon sok dolgot felszedhet magára az ember. Te mit, így hogyha utólag visszanézel, vagy most így végignézed, neked mit adott a szakkoli, akár készségfejlesztés tekintetében, vagy kapcsolatok tekintetében, ezt hogy látod? Hát a legesleges, ami eszembe jutna, az mindenképpen a közösség. Olyan emberekkel kerülhetem barátságba, akiket amúgy valószínűleg nem ismertem volna meg, olyan különleges véleményekkel találkozhatam, és a másik az pedig mindenképpen a bizalom, valamint a lehetőségek, amiket ad a poli pozíciók terén is akár. Tehát az, hogy én gyakorlatilag egy több kicsivel több, mint egyével vagyok a poliban, és már egy középvezetői pozíciót érhettem el, és ez abból adódik, hogy itt rábízzák az emberre azokat a feladatokat is, amikkel más szervezetbe csak később találkozhatnánk. Igen, ezt én is tapasztalom, hogyha egy diák szervezetnek, vagy egy szakkollégiumnak vagy a tagja, akkor sokkal hamarabb kapsz olyan nagy felelősséget, meg tehát, hogy gyorsabb, tehát, hogy mondjuk egy multiba, vagy egy KKV-nál nem biztos, sőt, szinte esélytelen, hogy egy-két év után már ilyen nagy volumenű feladatokat kelljen neked elvégezni, úgyhogy biztos, hogy ilyen tekintetben is nagyon-nagyon hasznos a szakkolista lét, főleg, hogyha vezetőségi tag is tudsz lenni. És itt is igaz, hogy amennyit beleraksz, annyit veszel ki, úgyhogy nagyon-nagyon megéri szerintem vezetőségi tagnak is lenni. Marci, akkor átdobnám neked a labdát. Te biztosan más aspektust fogsz behozni, hiszen most már így fél lábbal kint vagy a szakkoliból. Te hogy látod, mikkel gazdagodtál ez alatt a 4 év alatt? Igen, sajnos már ilyen szomorú a helyzet, hogy most már kezdnek kiöregedni. De egyébként az is egy, amit mondtatok itt az előbb, hogy ahhoz képest, hogy amikor kijöttem a gimiből, akkor mit tudtam, vagy milyen nagy feladatnak tűnt mondjuk egy konferencia megszervezése, vagy csak akár beszélni 50 ember előtt, prezentálni egyet, vagy mondjuk döntéseket hozni, ami másokat fognak majd befolyásolni, vagy hogy pénzekről szólnak, vagy bármi ilyesmi, az így szépen lassan, organikusan megtanulja az ember, hogy itt egyre nagyobb felelősséget kap a szervezetben. Emellett pedig így a későbbi időkre is tekintetünk, mert szereztem tök jó barátokat így az évek alatt itt a koriban, illetve most, hogy már így gondolkozom, hogy akkor merre tovább, hol is dolgozhatnék majd a későbbiekben.
könnyen fordulhatok bármelyik idősebb alumnitónkhoz, akik szívesen segítenek. Szokták mesélni páran, hogy ők soha életükben nem kellett, hogy jelentkezzenek egy céghez sem, mert mindig valami alumni hirdetés jött, hogy nekem kéne egy ember ide, nekem kéne egy ember oda. Úgyhogy ilyen szempontból is jó, hogy így rá lehet látni arra, hogy milyen pályát választhatunk. Igen, a kapcsolati háló az biztos, hogy nagyon-nagyon sokat ad, és ugye a nulladik adásban is sokan említették, ugye az itt megszerzett kapcsolatok által nagyon-nagyon könnyen lehet munkát szerezni, hogy te is említetted, illetve az is jellemző, hogy különböző tudományterületekről megismersz embereket, és hogyha mondjuk egy vállalkozást vagy startupot szeretnél alapítani, akkor tök jó, hogy már olyan emberekhez tudsz nyúlni, akik más területről jöttek, viszont megvan már ez a bizalom, amit kiépítettek a szakkal is lét alatt. Úgyhogy ti is alátámasztottátok ezt a tézist, hogy ez tényleg így van. Én nagyon-nagyon szeretném megköszönni, hogy itt voltatok, és mielőtt elköszönök tőletek, még annyit szeretnék kérni, hogy először Katinka, aztán Marci, mondjatok egy ilyen búcsú üzenetet, amit a középiskolások bele tudnak tenni a tarisznyájukba, tehát hogy egy tanácsot, egy bármilyen ötletet, hogy ti mikor ott álltatok a 12-esként, akkor hogyan gondolkoztatok, vagy hogyha ti most visszanéztek a 12-esekre, akkor mit mondanátok neki, ami hasznos lehet az egyetemválasztás, vagy a szakmai választás tekintetében. Úgyhogy akkor kezdjük, Katinka, veled. Hát én a szakmai választáshoz azt szeretném tanácsként mondani, hogy próbáljátok meg minél több szakmait nem csak felületesen, de minél jobban megismerni, mielőtt választanátok, és akkor sokkal könnyebb lesz a választás, és mindenképpen menjetek szakmaiba. És még annyit, Katinka, hogy te hogy látod, hogy hogyan kezdjenek neki egy szakkolinak, nyilván nyitottsággal, de hogy mit tudsz ajánlani, hogy milyen attitűddel álljanak hozzá, hogyha már el is kezdik a szakkolis létet? Igen, mindenképpen a nyitottság, és minden lehetőséget ragadjanak meg, ami csak eléjük tárul ahhoz, hogy fejlődni tudjanak. Igen, igen, ez is nagyon fontos üzenet volt, köszönjük szépen. Marci, te mit üzennél? Hát talán azt, hogy így, én nem hittem volna, hogy ennyit ki lehet hozni az egyetemi évekből, úgyhogy még élvezzük is. Tehát egy kicsit a tudományos élet felé, vagy az üzleti élet felé is lehet itt kacsingatni már egy szakkoriban, de emellett így nyilvánvalóan minden héten van meg buli, meg minden este lehet szórakozni is másokkal. Szóval valahogy így, ez egy olyan inspiráló közeg, ahol egyszerre megpillansz, hogy jól érez magad, és közben elkezd így ezerre pörögni, és nagyon sok mindent megtanulni itt néhány év alatt. Köszönjük szépen, szerintem hát engem, hogyha gimis lennék, meggyőztetek volna, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy az egész beszélgetésnek, hogy itt voltatok, és köszönjük, hogy képviseltétek a Heller Farkas szakkollégiumot, és találtok bővebb infókat a Koliról, meg az Oktondiról is Facebookon, Instagramon, úgyhogy keressetek minket, és kövessétek a tevékenységeinket, mert biztosan nagyon sok értékes dolgot találtok. Úgyhogy el is köszönnénk, köszönjük, hogy a mai napon velünk tartottatok, és holnap újabb szakkollégiumok fognak bemutatkozni. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!